Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, Hír 7 című hírműsorunkat látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Közel 20 fős dolgozói létszámmal egyelőre egy műszakban kezdi meg újra a termelést a sátorhaja új helyi húsüzem. Dr. Hölcsik Rihárdot is fogadta Orbán Viktor miniszterelnök, a térség fejlesztése is téma volt. Színház sátoralja új helyben újra telt háza a Hippolita lakály előadáson. Közel 20 fős dolgozói létszámmal egyelőre egy műszakban kezdi meg újra a termelést a sátoralja új helyi húsüzem. A gyár új tulajdonosának és a cég ügyvezetőjének célja a prémium minőségű hústermékek gyártása. Száraz termékek és füstöltáruk egyaránt szerepelnek majd a palettán, mint a különleges tokai aszú felhasználásával készült termékek. A próba gyártása a jövő héten indul. Sátoralja új helyben egy olyan iparág éled újjá, melynek nagy tradíciója és 130 éves múltja van a városban, köszönhetően Nagy Tibornak és annak, hogy lehetőségeket látott az iparágban, újraindul a termelés az újhelyi húsüzemben. A gyárban kizárólag magas, prémium minőségű, hagyományos, de egyben különleges termékek készülnek majd. Igazából eltűnt a tradicionális füstölt húskészítmények a piacról, ebben a térségben leginkább, és megmondom őszintén, sokáig gondolkoztam rajta, hiszen ez viszonylagosan egy kis üzem, és nem egy zöldmezős beruházás, mikor valamit fel kell újítani, valamit úgymond a régi romjaiból kell újraépíteni, az mindig sokkal nagyobb kihívás. Én azt látom benne, és azt a lehetőséget, hogyha csak itt a kerítésnek a másik oldalára nézünk, az már ugye Szlovákia. Geopolitikai helyzetéből adódóan az üzemnek szerintem lehetőség van arra, hogy betűrjünk a szlovák, cseh, lengyel, azaz a V4-ek piacára, és én azt gondolom igazából, hogy ezen a piacon mi csak sikeresek lehetünk a tradicionális magyar termékekkel. A húsüzemben a termelés most egy kisebb létszámmal indul el, napi 4 tonna alapanyag feldolgozásával, de a cél az, hogy bővüljön a foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan pedig az előállított termékek mennyisége. Jelenleg egy műszakkal tudunk elindulni, tehát a legfontosabb cél az volt, hogy induljunk el mindenképpen egy műszakban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 20 fős létszám, de szeretnénk ezt majd bővíteni természetesen. Tudni kell, hogy valamikor itt akár 120-an is dolgoztak. Most jelenleg ez a létszáma, de azt gondolom, hogy minden remény megvan arra, hogy ezt bővítsük hamarosan. Az üzem újraindításának ügyét Sátoralja újhely polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatta, hiszen a termelés újbali elindításával újabb munkahelyek létesültek a városban, illetve ismét kikerülhetnek olyan termékek Újhelyből, melyek magukban viselik Zemplén egyediségét is. Ami segítséget az önkormányzat tud adni, amit én tudok adni, ahhoz, hogy ez egy stabil, nem túl nagy létszámú, de ugyanakkor biztos vállalkozásként működjön a térségben, amire szükség van, minden segítséget meg fogok és meg fogunk adni. Ez egyértelmű, rajtunk nem fog múlni, nem is rajtunk kell, hogy múljuk, hanem leginkább azon, hogy az a termék, ami innen kikerül, annak legyen piaca. Nagyon fontos, hogy abban a gazdasági megújulásban, aminek része Zemplén is, részese legyen a Zemplén Hús Kft. Részese legyen, hogy a régi hagyományokat a 21. századi minőségnek megfelelően újraélesztve olyan piacokat tudjunk visszaszerezni, ami új lehetőségeket kínál a cégnek és azoknak a termékeknek, amik elviszik a térségnek a jó hírnevét. A próbaüzem a Zempléni Gourmet Kft. Sátoralja újhelyi gyárában jövő héten indul, de a tulajdonos és a cég ügyvezetője azt szeretné, hogy termékeik már húsvétkor megtalálhatóak legyenek a boltok polcain. A célok között szerepel még, hogy a V4-ek országaiban, így hazánk mellett Szlovákiában, Cseh és Lengyelországban is elérhetőek legyenek a Sátoralja újhelyi termékek. Dr. Hölcsik Rihárdot is fogadta Orbán Viktor miniszterelnök annak a találkozónak a keretében, amelynek kapcsán a választókerületi elnökökkel egyeztetett. Abói Zemplén országgyűlési képviselője elmondta, beszámolt azokról az elképzelésekről is, amelyek a térségben 98 település fejlődését eredményezik.
Orbán Viktor miniszterelnök sorra fogadta az elmúlt napokban a választókerületek országgyűlési képviselőit, így dr. Hörcsik Richárdot is, aki ennek a találkozónak a keretében felvázolta azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket az elkövetkezendő években szeretne Abaúj és Zemplén viszonylatában megvalósítani. Ezzel együtt pedig a választás eredményei tükrében is egyeztettek több kérdésben, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Ez egy olyan folyamat, amit 4 évvel ezelőtt is átéltünk, amikor fél időben a miniszterelnök, jelen esetben is akkor is a párt elnöke egyeztető fórumot hozott létre a választókerületi elnökökkel, és minden választókerületi elnököt meghallgatott, szembesített azokkal az eredményekkel, ami most például az elmúlt másfél évben 3 választás eredményei. Megkaptam a miniszterelnök úrtól a bizalmat, hiszen fontos az, hogy az elmúlt időszak eredményeit tekintve, például a önkormányzati választásoknál, ami a pártlistára vonatkozik, a legjobb a választókerületnek a száma, ami az egész megyében kimagasló, és ez részben, másrészt pedig az a munka, amit ismétlem nem egyedül, hanem a munkatársaimmal, az önkormányzatokkal együtt végeztünk, azt megnyugtató a miniszterelnök számára, tehát magyarán számít rám 2022-ben. Ezzel együtt dr. Hörcsik Riád arról is beszélt, hogy melyek azok a turisztikai, gazdaságfejlesztési és közlekedés hálózat fejlesztését tartalmazó tervek, amelyeket az elkövetkezendő időben szeretne megvalósítani, amelyek támogatása a térség szempontjából fontosak. Kezdve az útépítéstől egészen az önkormányzatok pályázatáig, infrastruktúra építésében, stb. Tehát ezeket néztük át, egyrészt politikailag értékelve az elmúlt 2 éves munkámat és munkánkat, hiszen nem egyedül végzem ezt a munkát a választókerületben, és az elkövetkezendő 2 esztendő programját, amit mi a munkatársaimmal összeállítottunk, beleértve a polgármestereket is, hogy hogyan lehet ezt a kormányzati munkához igazítani. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy jelenleg is zajlanak olyan fejlesztések, beruházások, amelyek jelentős kormányzati támogatást tudhatnak maguk mögött. Ezt a tendenciát szeretné folytatni az elkövetkezendő években is. Mikó István rendezésében mutatta be Sátoraljóújhelyben a Mandala Dalszínháza a Hipolita Lakály című zenés vígjátékot. Kabos Gyula első hangos filmje mind a mai napig népszerű, a televíziók rendszeresen műsorukra tűzik, a színpadi változatát pedig több társulat is előszeretettel játsza. A Jászai díjas érdemes művész is a színpadra lépett a nagy előd Schneider Mátyás szerepében. Hippodra, Gyula! Hippodra, micsoda! Kint van egy úr, azt mondta, hogy gyűjjek be, aztán csak annyit mondjak, hogy Hippodrom, de mi a neve, hogy jöjjek? Hát azt nem tudom, kérem. Nekem csak annyit mondott, hogy Hippodrom. Talán Hippolit? Úgy is lehet mondani. Ismerősen csengő mondatok Kabos Gyula filméből, a Hipolita lakályból. A film színházi változatát már több társulat tűzte sikerrel a műsorára. Sátoraljóújhelyben az 1992-től működő, nyíregyházi székhelyű Mandala Dalszínház előadásában láthatta a közönség a zenés vígjátékot. Az előadást Mikó István, Jászai díjas, érdemes művész állította színpadra. Mikó István művész úrral nem először dolgozunk együtt. Az első közös munkánk az a Csúnya lány című, szintén Kabos filmnek a színpadi változata volt, amelyben ő szintén Kabos Gyula egykori szerepét, Bogdán Artúrt alakította. És aztán csináltunk közösen egy rejtő színházi estet, illetve volt egy Egytányér napfény című musical, és a Hipolita lakály, ha jól számolom, a 4. közös munkánk, amelyre még a Mandala Dalszínház alapító igazgatója Dobos László kérte fel Istvánt. Ő sajnos azóta elhunyt, 2018-ban elveszítettük alapító igazgatónkat, így aztán ez a terv is egy kicsit a háttérbe szorult, míg nem aztán, mikor az ő halála után már rendeztük a sorokat, akkor került újra elő az ötlet. Én Istvánnak jeleztem, hogy mindenképpen szeretném folytatni a közös munkát. Akkor több címet bedobtunk, hogy mibe kéne belefogni, és végül is ő döntött a Hipolita lakály mellett. Nagyon helyesen.
Mikó István azon túl, hogy rendezte a darabot, színpadra is lépett az előadásban, a nagy előtt szerepében Schneider Mátyás megformálójaként. Nem véletlen, hiszen a Jászai Mari díjas érdemes művész jó ismerője a Kabos filmeknek, alapítója a Kabos Gyula Társaságnak, és megszervezte Kabos Gyula hamvainak hazaszállítását és újra temetését. Mindig szokták kérdezni, hogy ki a kedvenc színészem, és akkor, hogy igazából én mindenkit, aki nekem maradandót és fantasztikus élményt tud nyújtani, azt szeretek, és megnézem szívesen, és tanulok is tőle, de mondjuk Kabos tényleg az, akitől sok mindent lehet. Olyan természetesen tudta átvinni a színpadi játékát a film vászonra, hogy az egészen egyedülálló, és hát van még egy kötődésem, amikor Sopronban voltam igazgató, akkor alakult egy kis társulat, többen benne voltunk, de mi voltunk a Sopron Petőfi Színház a kezdeményező, és hát tudtam, hogy Amerikában van a sírja, ott van eltemetve, és ott senki nem látogatja, gazosodik sem, azt sem tudják, hogy ki az, hiszen nem sikerült ott kint karriert csinálnia, és megszerveztük, és áthoztuk a hamvait, úgyhogy a Farkaséti temetőben található azóta is a sírja. A Jászai díjas érdemes művész és a mandalások közös munkája a Hipolit után is folytatódik. Már elkezdődtek az olvasópróbái az új közös produkciónak, a Szabin nők elrablása című zenés bohózatnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a 2019-2020-as tanévben is elindította a Suli Moped elnevezésű programot. Ennek keretében 14 és 16 év közötti fiatalok szerezhetnek a Balesetmegelőzési Bizottság finanszírozása mellett ingyenes jogosítványt segédmotoros kerékpárra. Megyénkben két helyen zajlik képzés, Mezőkövesden és Sátoraljóújhelyben. A két településen összesen 50 fiatal élhet azzal a lehetőséggel, hogy térítésmentesen vezetői engedélyt szerezzen. Kresszoktatás a Sátoraljóújhelyi Református Általános Iskolában. A képzésen azok a fiatalok vesznek részt, akik jelentkeztek az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirdetett Suli Moped elnevezésű programra. Onnan tudok róla, hogy igazgató úr meg egy rendőr úr bejött hozzánk egy órán, és mondta, hogy van ilyen lehetőség, és ilyet jelentkezni, meg ilyen tesztlapot kitölteni. És hát gondoltam, hogy akkor én is adok be egyet, és így tudtam az egészről. Hát meg szerintem azért jó dolog, mert mondjuk meg lehet vele spórolni mondjuk egy 100 000 forintot a szülőknek, és így ingyen le lehet rakni egy jogosítványt kis motorra. A program keretében a 14 és 16 év közötti általános és középiskolások szerezhetnek vezetői engedélyt segédmotoros kerékpárra. A jelentkezés egyik feltétele azonban az volt, hogy a gyerekek betöltsék a 13,5 éves kort. Megyénkben két helyszínen összesen 50 fiatal szerezhet ebben a formában ingyenesen jogosítványt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányságon két rendőrkapitányság részesült ebben a lehetőségben. A megyei szám az 50 fő vehet részt ebben a programban, ebből 25 főt kapott a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság, és ennek keretén belül van lehetőség Sátoraljóújhelyben erre a képzésre. A KRESZ ismeretek elsajátítása, illetve a segédmotor kerékpár vezetésére jogosító vezetői engedély jó alapja lehet a fiatalok számára, akár a későbbi személygépkocsi jogosítvány megszerzéséhez. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek minél korábbi életszakaszukban megismerkedjenek a KRESZ szabályaival. Ugye mindennapi életük során rengeteget közlekednek, akár szülővel, akár egyedül, és hogyha olyan szituációba kerülnek, ahol valamilyen közlekedési helyzetet meg kell nekik oldani, akkor jó, hogyha az KRESZ szabályokkal tisztában vannak és úgy oldják meg ezeket. Ezen kívül pedig nagyon fontos az, hogy a közlekedési kultúrát azt már ebben a korban is fejlesszük, mert amikor majd oda fognak kerülni, hogy személyautó jogosítványt szerezzenek, akkor már egy teljesen más szemlélettel fognak a volán mögé ülni.
A fiatalok az elméleti oktatást és vizsgát követően a gyakorlati képzés során járműkezelési és rutin, illetve forgalmi órákon vesznek részt. A tanfolyam ez esetben is forgalmi vizsgával zárul. Közel 100 pontban változtak az adózási törvények 2020. január 1-től. Ezek egyaránt érintik a magánszemélyeket és a vállalkozókat is. Mivel hamarosan, május 20-áig adóbevallásokat kell készíteni, a helyes kitöltésben érdemes segítséget kérni, mondta hírműsorunknak az Olasz-Liszkai könyvelőiroda vezetője. Séra Ferenc hozzátette, érdemesebb alaposan átnézni a feltüntetett adatokat, hogy később ne kelljen korrigálni azokat. Az egyszerűsített vállalkozói adó közismertebben az EVA megszűnésével az érintett adóalanyoknak más adózási formában kell folytatniuk tevékenységüket. Csökkent a kisvállalati adó a KIVA mértéke és a szociális hozzájárulási adó változása miatt módosult az úgynevezett 84%-os szabály is. Csak néhány lényegesebb változás abból a közel 100-ból, amelyek újdonságot jelentenek január 1-től az adózást illetően. Nem csak a magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is átgondoltabb adóbevallást kell ennek tükrében tenni hamarosan. Éppen ezért a kérdéses esetekben érdemes szakértő segítségét kérni. A szakemberek tapasztalata az, hogy ez különösen is igaz a vállalkozások kapcsán. Mi azt tudjuk ajánlani minden vállalkozónak, vagy induló vállalkozóknak főleg, hogy érdeklődjenek, tájékozódjanak, legyen valamilyen terve azzal kapcsolatban, hogy fog a vállalkozása működni, milyen bevételei lesznek, és nagyon fontos, hogy milyen adózási formát válasszon. Nagyon sok múlik ezen, úgyhogy mindenféleképpen mielőtt a céget elindítja, vagy vállalkozásba kezd, azért érdemes egy könyvelővel is konzultálni, mert nagyon sok minden múlhat ezen. Adóévet zárunk, ilyenkor el kell számolni az elmúlt évi jövedelmekkel, ezt akár a magánszemély, akár a vállalkozónak is meg kell tenni. Hát vannak határidők, amit be kell tartani. Nagy változás az elmúlt éven is így volt már, hogy május 20-a a személyi jövedelemadó bevallásnak a határideje. Ez most már az egyéni vállalkozókra is kiterjed. Ez az időpont az előtt február 25 volt. Séra Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak is oda kell figyelniük arra, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat időben kiadják, az adózónak pedig érdemes leellenőriznie az abban szereplő adatokat, mert utána nehezebb az adóhatóság felé javítani azokat. Ugye a társasági adó és a helyi iparűzési adó bevallás tekintetében május 31 maradt a határidő. Aztán ugye az SZIA bevallás már a magánszemélyeket is érinti. Ennek, ugye mondtam, május 20 a határideje, viszont vannak teendőink vele. A munkáltatóknak ilyenkor közölniük kell a munkavállalókkal azokat az adatokat, amiből meg tudja mindenki csinálni a bevallását. Ezzel együtt arra is érdemes odafigyelni, hogy nem csak most, január 1-jével, hanem július 1-től is lesznek változások, amelyek szintén fontos témaköröket érintenek majd, így például a társadalombiztosítást vagy az online adatszolgáltatást. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Közel 20 fős dolgozói létszámmal egyelőre egy műszakban kezdi meg újra a termelést a sátoraljaújhelyi húsüzem. Dr. Hölcsik Rihárdot is fogadta Orbán Viktor miniszterelnök, a térség fejlesztése is téma volt. Színház sátoraljaújhelyben újra telt háza a Hippolita lakály előadáson. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!